Hosszú hadjárat. Luxemburgi Zsigmond halála óta Magyarország a pártoskodás színtere volt, miközben Murád szultán bölcs vezetése alatt a török birodalom gyorsan terjeszkedett. Hunyadi János feladata volt a déli védelem, mely váltakozó sikerű, folytonos háborút jelentett. 1443-ban Ulászló király a pápa támogatásával döntött egy nagy török elleni támadásról. Hunyadi seregében a huszita harcmodornak, nehézpáncélos harci szekeres gyalogságnak komoly szerepe volt. A csatarend széleit, melyek a gyors mozgású török szárnyak által mindig veszélyeztetve voltak, ilyen alakulatokkal erősítette meg. A megvasalt lomha harci szekerekről számszeríjászok és alabárdosok fenyegették a közelmerészkedőket. A török sereg alapját a földek birtokosai, a spáhi lovasság alkotta. Könnyen páncélozott mozgékony katonák szabjával, pajzzsal és íjjal felszerelve. A magyar rendek csekély támogatása mellett Hunyadi seregére nehezedett a háború súlya. Cezarini bíboros egyházi pénzből fogadott fel néhány ezer csezsoldos gyalogot, és a moldvai és havasalföldi vajdák is kilátásba helyezték támogatásukat. A hadműveleti terv szerint a szárazföldi támadással egy időben a pápai és velencei hajóhad felvonul az égei tengeren, és a Dardanelláknál állást foglalva akadályozza meg az ázsiai török csapatok átkelését. A sereg szeptember vége felé kezdte meg átkelését a Dunán. Hunyadi alig hagyta el Nis városát, mikor három ellenséges hadoszlopról kapott értesülést. Mindhárom hadsereg egyenesen felé tartott, három irányból. Izsák bég szendrői pasa serege oldalról támadott. Egy másik sereg a Szófiai úton közeledett, a harmadikat Turakán tesszáliai bég vezette délfelől. Ilyen messze a biztonságos hátországtól a keresztény sereget minden irányból ellenség vette körül. A magyar sereg ekkor látta igazán hasznát a huszita zsoldosoknak. A török könnyű lovasság oldalról igyekezett a magyar harcrendet megzavarni, de a gyalogság a mozgékony fa erődökből biztonságosan harcolhatott, számszeríjjal, tűzfegyverekkel távol tartva a támadót. Hunyadi e biztonságos fedezék birtokában vezette el lovassági rohamait a török centrum ellen. Kaszun pasa rumériai Beglerbég vezetésével az európai török légvidék serege próbálta elvágni Hunyadi ellátó vonalait. Hunyadi visszafordult, és hatalmas lendülettel rohant az ellenségre. Kilenc török zászló, a teljes tábor és rengeteg fogoly lett a győzelem gyümölcse. A csata után a magyar sereg Szófiát foglalta el. Azután Hunyadi a Bolgár-hegység Jeges-hágói felé vette az irányt. Célja a török főváros Drinápoly megszerzése volt. A keresztény sereg megpróbálkozott a lehetetlennel. A
tél kellős közepén, hóban és fagyos terepen rohamozták meg a megerősített állásokat, de sikertelenül. A huszita gyalogság nehéz pajzsok mögül ostromolta a hágók bejáratát. A lovagok gyalog próbáltak a segítségükre lenni, de a törökök folyamatosan locsolták a terepet, hogy a jégpáncélon ne lehessen rohamra indulni. A török ugyan támadni nem mert, de a hágókat szilárdan tartotta roppant seregével. A tél beálltával az utánpótlás akadozni kezdett. Hunyadi a visszavonulás mellett döntött, mely épp olyan veszélyes manőver volt, mint a támadás. A sereg 1444. februárjában fényes ünnepség keretében vonult be Budára. A török szultán kétségbeesésében mindent megígért a békéért cserében, mert nem látott semmi eszközt Hunyadi újabb támadásának megakadályozására és Drinápoly védelmére. A pápai és velencei ígéretekre hagyatkozva Ulászló felrúgta a kedvező békét, és még ez évben Várnáig vezetett hadjáratot.